következik Magyarország egyetlen szociálisan is érzékeny kortárs gospel zenei magazinja. A legjobb zenék, a legjobb beszélgetések. Komoly dolgokról könnyedén. Gospel Café. Gospel Café. Tisztán szól. Most. Köszöntöm a tévénézőket. A Gospel Café mai műsorának vendége Huszti Ádám. Zsoké, karmester, író. Ebben a sorrendben? Ezek csak részletek. Sorrend mindegy. Megpróbálunk majd az egészhez is eljutni ebben a mai műsorunkban. Elsősorban azért én írónak látlak téged, vagy írónak ismertelek meg. És volt egy, vagy van egy ilyen kedvenc szó kapcsolatod, az elképzelt valóság. És erről elkezdtünk egyszer beszélgetni, de aztán nem fejeztük be, és most érdekelne a folytatás. Szívesen elmondom. Még a zsokésággal, karmesterséggel kapcsolatban, tehát én egész életemben tanultam. Tehát a tanulás volt mindig is a célom, és minden figyelmem mindig a tanulásra irányult, mai napig. És mindig új és új dolgokat akartam megtanulni. Aztán ezeknek a tanulásoknak lettek bizonyos következményei, amiknek nincs túl nagy jelentőségük, mert itt az életforma, a tanulás, mint olyan játszotta a főszerepet. Szabad belekérdezni, így rögtön az elején? Hogy általában a tanulás az, az egy folyamat szokott lenni, a célhoz vezető út. Ugye az ember azért jár az orvosi egyetemre, hogy utána orvos legyen, vagy azért már aki tanul, mondjuk a többség, nem? Igen. Vagy esetleg, ahogy itt hallottam a karmesterkedést, meg a zsokéságot, tehát az ehhez kapcsolódó dolgokat is megtanulom azért, hogy utána ezen a területen tudjak működni. És én ilyen megfogalmazást még nem hallottam, hogy mindig is a tanulás volt a cél. Tehát pedig így van. Tehát engem a tanulás maga érdekelt. A tanulás folyamata, vagy a tárgykör is? Vagy nem, az mindegy, hogy mit tanulunk? Maga az adott tananyag, hogy úgy mondjam, elsajátítása. Ahogy ez megvolt, onnan kezdve kicsit érdektelenné vált az egész, és nem is nagyon kezdtem velük. Tehát nem is használtad tulajdonképpen a tanultakat? Minimálisan. Ez egy jó befektetés a magyar államnak akkor, hogy téged tanított. Hát ez csak zárójelben ugye a sokfajta foglalkozáshoz. Hát a befektetés nem befektetés azért. Ez a kitalált jelen, ugye, amiről kérdeztél. Elképzelt valóság. Hát vagy kitalált jelen. Mondhatjuk így is, úgy is. Igen, a könyveimben ez szerepel, tehát egy elképzelt jelen. Egy elképzelt valóság, és nem csak a könyveimben, hát az életemben is ilyesmi zajlik. Ugye a kitalált múlt, a legendáktól kezdve a történelmen át az aktuál politikáig lerágott csont könyökünkön jön ki. Most itt a történelem hamisításra gondolsz? Hát vagy? Akár, de gondolok a legendákra is. Uh-huh. Tehát nem kell feltétlenül negatív dolognak lennie. Uh-huh. De mint kitalált múlt, hát ez könyökünkön jön ki. Dunát lehet vele rekeszteni. A kitalált jövő, a fantasztikum, az borzasztó sivár és unalmas. Ezért érdektelen. A kitalált jelen, az valami. Azzal érdemes foglalkozni, és nem gondolnám, hogy én egyedül vagyok ezzel, sőt, megkockáztatom, mindnyájan így vagyunk ezzel helyel közzel, hogy egy elképzelt jelenben élünk. Hiszen mi azt hiszük, hogy valahol vagyunk, holott nem ott vagyunk? Erre gondolsz az elképzelt jelenre? Hát azt tudjuk, hogy hol vagyunk a mi elképzelt jelenünkben. De hogy tehát úgy lehetne talán részletesebben elmondani, hogy szerintem a legtöbb ember egy elképzelt valóságban, az elképzelt jelenben él, mozog, cselekszik, gondolkodik, ami mellett van a, hogy úgy mondjam, a valóságos valóság, a tényszerű
valóság, nincs rondább szó ennél, hogy tény. Igen, a tények zavaró dolgok, ahogy Woody Allen is mondta. Nem is az, hogy zavaró, undorító. Megmakacs. Na, álljunk meg egy pillanatra. Tehát pillanat csak, tehát hogy ez párhuzamosan zajlik. Tehát nem arról van szó, hogy a valóság leváltása, hanem van, van az ember belső élete, és ezzel párhuzamosan zajlik az élet, amiben ő maga is ott van, csak időnként a másik oldalról szinte csodálkozva pillant át önmagára, hogy mit keresek én ott a valóságban. Nem inkább arról van szó, hogy mindenki a maga szemüvegén keresztül interpretálja a valóságot? Hát azt is jelenti, de van a nagybetűs valóságnak azért van egy közfelfogáson alapuló megfogható magva, tehát azért nem vedhetjük ezt el teljesen. De úgy látod, hogy az emberek többsége elveti a valós valóságot, és egy ilyen elképzelt valóságban él? Hát mindenképpen. És mert egyébként kibírhatatlan lenne? Nem tudom, mert még nem próbáltam a másikat, tehát ilyen formán tapasztalataim nincsenek. De lehet egyébként? Tehát van elméleti lehetősége annak, hogy valaki a valós valóságban éljen? Hát nem biztos. Biztosan van, bár mindent, ahogy mondtad, magunkon keresztül szűrünk. Hát eleve a dolgok, sokkal nagyobbak, mint amilyeneknek látjuk őket, mert a szemünk meg az agyunk is hozzá, tehát kicsinyíti. Meg fordítva vannak. Ugye? Tehát fordítva érkeznek meg a szemlencsén keresztül, fordítva vetítődnek a retinára, és az agyunk fordítja vissza állónak. Tehát a dolgok valós... Nem, ők vannak fordítva. Tehát ők jól vannak, csak az... Honnan tudod? Igen, most egy elképzelt világban... Most én fizikáról beszélek. Teljesen mindegy, hogy talpán, feje tetején áll az a valami. Mert... majdnem, hogy érdektelen. Ezért kérdeztem, hogy van-e, lehet, hogy nem jól kérdeztem. Lehet azt kellett volna kérdezni, hogy érdeke, tehát van számunkra, most jól értsétek, hírértéke annak, hogy milyen a valóság, tehát milyen a valós valóság. Hát számomra mondjuk nincs, de ettől még lehet. Csak azért kérdezem, bocsáss meg, kedves, ne felejtsd szabad. Csak azért kérdezem, mert Jézusnak van egy ilyen mondása, hogy az emberek nem szeretik a valóságot. Tehát úgy van a magyar fordításban, hogy nem szeretik az igazságot, tehát kevesen vannak, akik szeretik az igazságot, de ott az a valóság szó van az eredeti helyén, a görög aléteja, az szerepel ott. Tehát akkor most hogy vagyunk ezzel? Hát amennyiben Jézus valóban úgy gondolta, hogy te, tehát nem igazság, hanem valóság, akkor teljesen igaza van. A másik esetben is igaza van persze, természetesen, hiszen az igazság ő maga, ezt is mondja. Jó. Tehát az, hogy ő valóság, azt elmondhatjuk, meg azt is, hogy ő a mi tudatunktól, vagy a mi felfogásunktól független valóság. Hát nem, semmiképpen. Valószínűleg ott választható el a kétfajta gondolkodás, hogy társadalmi méretben gondolkodunk, vagy személyben gondolkodunk. Társadalmi méretben gondolkodva minden teljesen más. Ott valóságok vannak, kellenek, szükség van rájuk. Ez mondjuk engem egyáltalán nem érdekel. Ha személyben gondolkodunk, akkor válik igazán érdekessé a dolog, viszont ott nincsenek valóságok. Mindenkinek van egy valósága, amiben nincs átjárás, nincs különösebb kibemászkálás ebből a dologból. Az Istennek van egy kis rés, ahol ő aztán akkor közlekedik, amikor ő akar. Még hogyha megengeditek az elképzelt valósággal kapcsolatban, hogy igenis szerintem mindenki érintett ebben a dologban, legalábbis az emberek java része,
és aki el tudja képzelni, tehát megfelelő képzelő ereje van, az abban a valóságban él, mozog, alkot. Amit ő maga magának kitalált. Így van. Akinek... Vagy ahogy megélte a dolgokat ezzel kapcsolatban majd még. Akinek nincs képzelő ereje, vagy szegényesebb a képzelő ereje, az meg rá van utalva azokra, akiknek erősebb a képzelő erejük. Tehát ők lesznek az olvasók, vagy rosszabb esetben a tévénézők. Hűha! Ez egy ilyen kőkemény ítéletnek is hangzik. Hát első nem hallásra. Akarom én a televíziót bántani, csak mint következtetést vonom le. És a másik pedig, hogy nem feltétlenül csak a képzelő erő szükséges ehhez, hanem kell bizonyos bátorság is. Ugyanis legtöbben félünk attól, hogy túlságosan eleresztjük a képzeletünket. Hát, ha véletlenül valami túl nagyot gondolunk, és annak miféle következményei lehetnek. Tehát kicsit megrettenünk, ezért mondom, hogy ehhez a fajta életszemlélethez bátorság is kell. Tehát képzelőerő, képzelőerő és bátorság. Kicsit olyasmi, mint az álom. Uh-huh. Ugye van egy gyönyörű, szép régi sláger, ahol a dízőz azt énekli, hogy én ébren álmodom, pardon. Nagyon igaza van neki. Uh-huh. Igen, de talán ez egy picit mást jelent, hogy merjünk nagyot álmodni, tehát merjek elképzelni valamit, merjek kitűzni mondjuk egy grandiózus célt, és utána merjek annak az érdekében lépéseket tenni. És az is lehet, hogy az álom valóra válik. Például nem olyan régen beszélgettem itt egy 5-szeres kungfu világbajnokkal, aki 9 éves korában azt álmodta, hogy ő már pedig világbajnok lesz, és 18 éves korára el is érte. De itt ugye azért a valóság és az álom előbb-utóbb lefette egymást. Tehát én azért nem merném ennyire szétválasztani, vagy nem hát tudom, hogy... Attól függ. Ez attól függ, hogy a kungfu világbajnok boldogabb-e attól, hogy átbillent a realitás talajára, vagy pedig megmaradt volna az irrealitás fantáziadús, izgalmas és eseménydús világában. Ő nagyon boldog volt attól, hogy megvalósította az álmát, és utána újabb és újabb célokat tűzött ki, és valahogy nekem az álom meg a cél az ilyen értelemben összecseng. Tehát annak lehet, hogy én vagyok a nem kreatív és nem bátor, nem gondolkodó ember, aki bevallja, olvas és tévét is néz, de valahogy annak nem látom az értelmét, hogy csak álmodozok. Dehogy nem. Hát ez a legszebb dolog a világ. Hogy ezzel töltöm el az életemet? Két hogy ülök? Egy pillanatra, hogyha megállíthatom a beszélgetés. A vitát. Gondolkozásmódbeli különbség van ugyanis. Tehát, lehet, hogy így is lehetne mondani. Tehát van egy olyan típusú ember, amelyik magát a folyamatért szereti, a folyamatért. És nem érdekli, nem tűz ki célokat, amiket el kell érni. Jól látom? Nagyon jól látod. Teljesen az én számíze szerint beszéltél. És van egy olyan embertípus, aki viszont célokat tűz ki, azt eléri, majd újabb célokat eléri. Mind a kettő szerintem egy legitim életfelfogás és gondolkozás. Tehát azon nem érdemes vitatkozni, hogy ez a jobb vagy az a jobb, mert aki azt éli, egyébként én is Ádám pártján állok ebből a szempontból. Túlerő. De nem a túlerő miatt, hanem hogy annak van élvezet, tehát a számunkra ennek van élvezeti értéke. De abban is van élet, az én édesapám például, ő mindig célokat tűzött ki maga elé, és vasakarattal elérte, és mikor elérte, akkor újabb célokat, és ő ebben is otthon tudta érezni magát, vagy otthon tudja érezni még mindig magát. És akkor
ebben az álmodozó életmódban hogy valósulnak meg azért a kötelező célok? Tehát azért vannak célok, amiket meg kell valósítani. Hogyne, például fölhozni a fát a pincéből, begyűjteni a kályhába, ezek. De hát azért talán kicsit félreértette ezt a dolgot, itt nem egy elefántcsont toronyban ülésről van szó, vagy egy köldöknézésről van szó. Közben zajlanak ezek az események. Ahogy mondtam az elején, tehát ezek párhuzamosan, nem egymást kizárva, ezek párhuzamosan zajlanak, azzal, hogy esetleg innen oda átnézve elcsodálkozik az ember, hogy mit keresek én ott? Ennyi. Ettől még föl lesz hozva a fa, be lesz gyújtva, pénz lesz keresve. Igen, ilyen dolgokra gondoltam, meg az ebéd meg lesz főzve. Ebben mondjuk ártatlan vagyok, de... Család többi tagja. Igen, tehát a pénzt közben meg kell keresni, ugyanezzel az átpillantással. Te is így éled meg, Viktor? Hát hasonlóan, igen, be kell valljam, tehát ehhez a kisebbséghez tartozom. Én az a típus vagyok, aki listát írt reggel, hogy mi az, amit meg kell csinálni, és utána nagy élvezettel pipálgatom. És akkor érzem jól magam, hogyha a listán az összes item ki van pipálva. Minél hamarabb. Minél hamarabb, igen. Akkor vagyok hatékony. Önnek nem szabad ilyen típusú férjet választani. Köszönöm. Eldaktározom az infót. Igen, hát az örök konfliktusok forrása lehet, igen. Értem. Sőt, föloldhatatlan konfliktusok. Egyébként, ami az elképzelt valósággal kapcsolatban még így izgat, hogy a Django Zarathustra című regényedben a Zarathustra alászáll. Alászáll, és azért száll alá, hogy azért a valósággal ismerkedjen. Az miféle valóság? Az is az elképzelt valóság? Vagy az, mert ő neki ott szembesülni kell önmagával? Hát épp ez a konfliktus a regényben, hogy nagy elképzelésekkel alászáll, itt már elhibázta a dolgot, és természetesen kudarcot van. A valóság az szétszincálja, fölemészti, megöli. Ez is a vége a regénynek. Tehát meggondolatlanul. Kicsi volt a nagy gondolathoz, hogy úgy mondjam. Mégis ember feletti embernek tekinthető? Ne, nagyon is húsvér. Pontosan azért Zarathustra, mert a Nietzsche Zarathustrájának a, hogy mondjam, tovább járása. Tehát a Nietzsche Zarathustrája eljut egy darabig, ő se jut egyről kettőre, de hogy is juthatna, hiszen ebben az értelemben az Úr Jézus Krisztus sem jutott egyről kettőre. Itt a Földön. Teljes kudarc az ő földi... Hát bizonyos szempontból nézve, de cselekedete. Más szempontból... Hát persze, nyilván. Hát földi szempontból nézzük így most, így van. Na most a Nietzsche, ugye, hogy úgy mondjam, hogy Nietzsche szavával éljek, überelni akarja a Jézus Krisztusi pályát. És ezért hozza elő ezt a Zarathustra nevű hősét, aki szintén megváltani jön, stb. Hirdeti a felsőbbrendű embert, majd nem történik semmi. Tehát a Nietzsébe ez az érdekes, hogy nincs vége a könyvnek, egyszerűen abba marad. Tehát mint a Bach fúga művészete, ahol ugye befejezetlen az utolsó fúga, és odaírták, hogy itt halt meg a mester. És a vicc, hogy Nietzsche itt nem halt meg, csak egyszerűen nem bírt még egy mondatot odaírni. Hát elfogyott. Elfogyott. A mondani való. Mert érezte, hogy hát ez nem lehet megoldani. És annyi becsület volt tám benne, hogy nem, bár akkor már elmélyese volt teljesen rendben, de azért valami kis happy endet, vagy valami, legalább valami érzelmes, tragikusat odarítjenthetett volna, hát költő volt, vagy mi a szösz, de nem tette.
Na most én a regényemben tulajdonképpen ennek a Zarathustrának a fonalát veszem föl. De mintha provokálná is az embert, hogy és végigjáratom azt az utat, amit becsülettel a Nietzsche félének is végig kellett volna járni. És persze, hogy kudarc, bukás a vége. És ez lehet, hogy nagyon fájt a Nietzsének, én ezt lejártam, ha úgy tetszik, helyette. És azért csángó Zarathustra, semmi köze a csángókhoz, egy idegen nyelvű fordításban az lenne a címe, hogy Magyar Zarathustra. És hát ilyen értelemben a magyar közönségnek talán olyasmit mond ez, hogy csángó Zarathustra, mint mondjuk egy németnek vagy egy olasznak a Magyar Zarathustra. Tehát van egy kis pikantériája, hogy úgy mondjam. Mert hogy a magyarság sorsa is ebben azért úgy föl-föl bukkan. Tulajdonképpen ennyi a dolog lényege. Hát is, hogyha az ember követi, és megy Zarathustra után az állomásra, akkor ugyanez az alászállás, ez megtörténik az ember életében saját magában is. Én velem is ugyanígy van. Én még nem értem el a végére az alászállásnak, még egyelőre ugye abban a fázisban vagyok, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy néki növekednie kell, nekem meg alább szállanom. Úgyhogy ez az alászállás még folytatódik, nem, én személyesen nem értem a végére. De van ebben valami provokáló, és van ebben valami inspiráló is, hogy az ember eljuthat önmagának a megismerés, ez nem jó kifejezés így, hogy önmagának a megismerés. Eljuthat valami olyan tapasztalathoz, amire nem számított saját magával kapcsolatban. Nem rossz, nem olyan rossz ez az önmagunk megismerése, mint amennyire szabadkoztál miatta. Igen, csak olyan elcsépeltnek tűnik, mert nem, mindenki azzal foglalkozik, hogy önmagunk megismerés. Azért a Delfói Jósdában se véletlenül festették föl, mint feliratot. Igen, de aztán az Delfói Jósdába tudtak úgy jósolni, hogy semmit se értsen belőle az ember. Úgyhogy nem rossz. Az egyik gyerekem egyik születésnapjára csináltam egy tükröt. Egy olyan tükröt, ami kettős tükör, és mintha egy könyvborítóra, talán arra is volt ráragasztva két kis tükör, így kitámasztható volt. És az egyik tükörre rá volt írva, hogy ki vagyok, másikra, hogy mit akarok. És mondtam neki, hogy ebbe akkor minden nap belenézel, minden nap fölteszed magadnak ezt a két alapkérdést. Hogy aztán hogy működött, azt már nem tudom, de azért ez... Nem árulták el sose. Ez nem butaság, ez az önmegismerés azért az fontos. Fontos, mert ezzel a, hogy úgy mondjam, ezzel tartozunk az Istennek. Hogy a végén úgyis minden meg lesz, tehát nem tarthatunk attól, hogy megússzuk a szembesülést. Hát jobb, hogyha már előre legalább megpróbálunk kicsit tisztában lenni magunkkal. Az biztos, hogy nem haszontalan dolog. Igen, hát ez egy ilyen egész életen át tartó folyamat szerintem magunknak a megismerése, meg amit mondtál az előbb, hogy néki növekedni kell, nekem meg alászállnom. Tehát ez így végérvényesen befejezve majd akkor lesz, hogyha átlépünk a másik oldalra. Tehát ez mindenkinek tart, ki mikor kezdi el, ki mikor jut el a tudatában oda, hogy önmagammal szembenézzek, vagy a múltammal szembenézzek. És hát ez nem is egy egyszerű folyamat, tehát nem biztos, hogy mindenki ezt így egyedül meg tudja csinálni, akár az íráson keresztül, akár a tanuláson, olvasáson keresztül. Hát ezért vannak a lelkivezetők, erre találták. A pszichológusok. Vagy meg akinek úgy tetszik, jobban tetszik a pszichológus, igen. Igen, azok a segítő szakmák, akik végül is tudnak abba hozzájárulni az embernek a mindennapjaihoz, hogy jobbá legyünk. Bár ennek a keresem önmagam
aztán majd próbálom megvalósítani önmagam. Ez is lehet egy picit zsákutca, én azt gondolom. Nagyon fontos. Csak ugye kérdés, hogy mikor juthat el az ember helyes önismeretre? Bocsánat, szerintem a kettőnek nincs köze egymáshoz. Tehát az önmagam kereséséhez nincs köze az önmegvalósításhoz. Hát de akkor tudom megvalósítani igazán önmagamat, hogyha tudom, hogy ki vagyok. De miért kéne magamat megvalósítani? Jó, akkor úgy mondom, hogy akkor tudok azzá válni, akivé Isten teremtett, igazán azzá válni, hogyha tisztában vagyok az erősségeimmel, a gyengeségeimmel, magyarul van helyes önismeretem. Bocsánatot kérek a kötekedésért. Nem csak nyugodtan, én is szeretek. Az önmegvalósításnak van egy nagyon rossz íze. Jó. És talán ez zavar. Igen, valóban. De van köze egyébként az elképzelt valósághoz. Hát igen, hogy csipkelődjek egy kicsit. Ilyen értelemben biztos, tehát hogy merem-e magam olyan fantasztikusnak látni, ami ennek Isten lát, és ami ennek ő szeretne. Ebben a fogalmazásban tökéletesen egyetértek. Köszönöm. Akkor valamiben legalább. Igen, a másikban lehet, hogy... is, csak hát ugye az egy más malom. Igen, egyértelmű. Igen, az fogalmazódott meg bennem, hogy az elképzelt valóság az lehetséges, hogy az a valóság, amit Isten lát az ő szemével. És hogyha ebbe bele lehet kóstolni, ő sokkal többet lát az emberből általában, mint amit az ember önmagáról lát, akkor azért ez egy más dimenzió. Ez egy ingoványos terület, hogy mit és hogyan lát az Isten. Ugye Jézus egy alkalommal kőkeményen leszúrja Pétert, még le is sátánozza, igen, hogy emberi módon gondolkodsz, és nem az Isten tervei szerint. Én Péter helyébe hozzáfűztem volna akkor, hogy hát hogy a bánatba gondolkodnék, uram? Hát persze! Ember vagyok, igen, emberként gondolkozom. De viszont ebbe az is benne van, hogy mégiscsak van lehetősége az embernek vele tekinteni. Vagy beleérezni inkább? Lehet, hogy beleérezni, beletekinteni talán nem. Hát, misztikusok mondják, hogy lehet kukkolni, lehet közvetlen tapasztalatokat is szerezni. Hát ez nyilván keveseknek adatik meg, nem tudom, hogy... Én itt arra gondolok, nem misztikus dolgokra, tehát nem olyan, hogy együtt zizegni, vagy együtt élni, úgymond, hogy együtt érezni. Ez is félrevezető ez a kifejezés, hogy együtt érezni, de valahogy, tehát nem az együtt élésre gondolok, és a belelátása kapcsolatban is inkább arra akartam célozni, hogy felismerni valami rend, tehát azt a tervet igazából, ami megvalósul. És ez azért a profétáknak megadatott, mondjuk nem biztos, hogy örültek neki minden hát, esetben. Az, hogy a proféták örültek vagy nem örültek, ugye az változó, és nem is igazán tudható. Az, hogy az összes többiek nem örültek ennek, azt tudjuk, hiszen első adandó alkalommal kinyírták a profétákat. Jó, hát ennek mondjuk sok oka lehet. Hát igen, a proféták lehet, hogy egy kiállhatatlan személyiségek voltak, de nekik muszáj volt kiállhatatlannak lenni. Különben akkor nem tudták volna elmondani. De itt azért, amikor ők beletekintettek abba a valóságba, és ez a valóság, amit nevezhetünk akár elképzelt valóságnak is összefut, akkor ez egy gyilkos találkozás. Legalábbis erre utaltál az előbb ezek szerint. Nem ennyire drámai a helyzet, szerintem. Nem, egyáltalán nem. Tehát akkor miért nyírták ki őket az első adandó alkalommal? Hát mert kellemetlenségeket mondott, zavarta a társaságot. És ezt ilyen egyszerű megoldani, hogy... Hát mai napig is így megy, hogyha ha nézünk tévét, látjuk. Tehát a proféták kora óta nem változott az emberi lelkület. Jó, hát most nyilván nem fegyverrel, hanem ugye... Mindenféle más egyébben. Félreértés ne essék. Nem akarok abba a hibába beleesni, hogy most elkezdünk sopánkodni a Rieronyi világon. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy az emberiség 10 000 év óta biztosan nem változott jottányit se.
Se nem rosszabb, se nem jobb, ugyanolyan, mint ugyanaz volt. A genetikai állomány, és ugyanúgy oldja meg a problémáit, még ha esetleg más körülmények között igen. is. Mondhatom azt, hogy így a fő tevékenység az az írás volt? Hát az volt a legfontosabb. Legfontosabb. Tehát anélkül nem tudnék lenni. Uh-huh. Lovak nélkül se könnyű. Majd belepusztultam, amikor ott hagytam a lovakat. Uh-huh. De most már így utólag látom, hogy meg lehet csinálni. Uh-huh. És az írásból meg lehet élni ma Magyarországon? Meg, persze. Miket csak kell hozzá? Nem nekem. Értem. Nagyon jó. De akkor azért kell valami olyat csinálni, amiből meg lehet élni. Persze, ez van a másik sávban. Ez van a valóság igen, valóságában. A számítógép programokat írok, ezzel keresem a pénzt. Értem. Ez mondjuk nagyon jó, hogy így összejön ez a reál meg a humán érdeklődés és működés. Biztos az ideális az lenne, hogyha maradnék ezen az oldalon, és a könyveimért kapnék egy csomó pénzt. Uh-huh. De hát ez mondjuk nem. Uh-huh. Nem. Annak ellenére, hogy meg lehet belőle élni. Volt ez az újság, és még van is az Igen, ugye? Ami azért bizonyos szempontból egy úttörő igen, lap igen. volt. Mikor is indult? 89-ben. 89-ben, pont a rendszerváltás igen. kapcsán, és mi volt a célja? Azon túl, hogy írjunk újságot, mert az jó, és hát, élvez. Ez egy félig meddig partizán akcióként indult, de olyan régen volt, hogy nem tudom, hogy érdemes-e most erről beszélnünk. Értem. Inkább valami... Ugye itt elmondhatnám, hogy ekkor az történt, akkor az történt, mindenek 25 éve. Azért az egy komoly múlt. De egyúttal nagyon, nagyon régen volt. Uh-huh. 25 év az, hát nem tudom, értem, jó. Meg egyáltalán a múlt, mint olyan. Érdektelen. Az... Na ezzel kapcsolatban, ha már, akkor hadd meséljem el. Bocsánat. Most, hogy 25 éves volt az Igen újság, összetrombitáltam hozzánk az alapítókat, és el is jöttek többen, sőt, hát egész szép számmal. Például. Én ugye nem voltam alapító, de ugyan a baráti körben ott voltam. Igen. És akkor ott hangzott ez el, hogy arra kértem a társaságot, hogy rendezünk egy bemutatkozó kört, ami az indokol, hogy nagyon régen találkoztunk. Hát mert ismertük egymást persze, tehát nem ismeretlenként jöttünk össze, de mégis legyen egy olyan bemutatkozó kör, ahol tilos a múlt idő használata. Tehát, hogy most mivel foglalkozom, és csak ez az értek. És tulajdonképpen az csak korlátozottan. Ez már nehezített feladat. Igen. És hát először kis zavart okozott, mert többen arra számítottak, hogy ez egy nosztalgia buli lesz. És hát akkor ez alól rögtön ki lett rántva a szőnyeg. Viszont később annyira belejöttek mindenki, hogy... egészen sokáig, még mindig csak a társaság fele mondta el. Tehát ez végül is fontosnak bizonyult. Fontosabb, vagy legalábbis számomra mindenképpen emlékezetesebb volt, mint hogyha múlton síránkoztunk, vagy nevetgéltünk volna. Uh-huh. Tehát ezért nem szívesen, most mit kezdjünk a múlttal? Értem. Akkor a jövőbe vágó tervek és célok lennének következő téma. De hát, Viktor. De hát nem tervek, nem célok. Jövő. A folyamat maga. Igen. Zajlik a jövő, akkor már elindult. Hát én írok. Uh-huh. Írok. Jelen időben? Jelen időben is. Uh-huh. Van egy megjelenésre váró regényem, majd lesz vele valami, és most írok megint egy regényt, és most látom, most jöttem rá, hogy ez egy regény trilógia voltak éppen, így most esett le a tantusz.
Tehát a Csángó Zarathusztra regény az egy fiatalkori állapotot, gondolkodásmódot, tetrekészséget tükröz. Nagyon jó, köszönöm. A második már megírt, de még meg nem jelent regény, ez a Magyar Galatea című. Ez egy érettkori gondolkodást tükröz. Szuper. A mostani pedig a részint az öregkor, másrészt már úgy erősen a halálra való koncentrálás körül zajlik. Ennek a címe Harmadik Ádám. És három Ádámok utazunk a vonaton. Ugye az első az első Ádám. A második ugye az Úr Jézus Krisztus, akit második Ádámként is emleget a Biblia. Hát a harmadik én magam lennék. És ahogy így utazunk a vonaton, mindenféle érdekességek történnek, mindenféle emberek felbukkannak a fülke ajtajában, akár töpörtyűt árulnak, akár helyet keresnek, akár a kalauz. Tehát akik így egy vonaton bebekukkantgatnak egy-egy fülkébe, és ezek röviden elmondják az életüket. Olyannyira röviden, hogy maximum két mondatba. Összesűrítik az egészet? Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy nagyon sok embernek, sok szerencsétlen embernek az élete két mondatba elmondható. Ez nagyon tragikus. Azok az adott emberek is így látják? Ők is két mondatba össze tudnák foglalni? Vagy azért nekik voltak fontos részletek? Össze, hogyne, persze. Hát nem feltételezem rólad, hogy egy nagy kocsma látogató lennél, azt hiszem, jól sejtem. De akkor gondolatban belépnél egy kocsmába, és ott két kisfröccs között belehallgatsz a két nyugdíjas beszélgetésébe, ott egy percen belül kacagva összefoglalják az egész életüket. Mert egy ilyen ironikus, cinikus hangulatban vannak, nem? Nem, nem. Tényleg annyi történt. Egy mondatban is egy sírfelirat. A munka volt az élete. Jó, hát extrémes. Nem extrémes, hát tanult, ez egy rólónak a sírfelirat. Valamennyit tanult. Utána dolgozott, családot alapított, dolgozott, és kész. Hát közben érte egy csomó öröm, egy csomó fájdalom, volt kapcsolata a családjával, a gyerekeivel, érték traumák, érték óriási boldogságok. Persze, le lehet egyszerűsíteni, meg ilyen vázlatpontokba, én is bele tudnám akkor sűríteni két mondatba, csak azt gondolom, hogy az élet ennél több. És hát, talán ezért mondtam, többnek is élik meg. Ezért mondtam ezt szomorú dolognak. Tehát amikor ő maga fogalmazza meg két mondatba, nem mások róla, az a szomorú. Hogy nem ébredt a tudatára, hogy azért ennél sokkal több. Hát így. Volt. Igen, valószínűleg. Na szóval a lényeg az, hogy ezek ott elmondják az életüket a fülke ajtajában, a vonaton, két mondatba, esetleg három mondatba, majd meghalnak. Ezzel a lendülettel, amivel elmondták. Igen, igen. Tehát ez úgy, hogy úgy mondjam, búcsú beszédjük, és amikor már halomba áll a hullahegy, akkor ott csodálkozunk, és ámulunk, és bámulunk. Kivéve a második Ádámot, akit ez egyáltalán nem lepi meg. De hát ő mégiscsak Isten. Tehát ő tudja ezeket elhelyezni, látja, ő együtt érez. Mi a másik Ádámmal csak ámulunk, csodálkozunk, bámulunk, és rettegünk, hogy mikor jövünk mi.
És ugyanígy, hát szóval így indul a dolog, aztán még sok kaland lesz benne. Azért ez elég félelmetesnek hangzik. Tehát a halál? A jövőképre vonatkozóan. A halállal tudunk legkevésbé mit kezdeni. Tehát kénytelen, kelletlen fogadunk el dolgokat, de természetes, hát talán még természetesnek is elfogadjuk. De hogy tetszeni tetszene, azt nem állítom. És ez gondolom, hogy mindenkire vonatkozik. Tehát egy szerettünk elvesztése, az hiába az örök életbe vetett töretlen bizalom, hit. Azzal együtt az nagyon lesújt, az nagyon szívbe markol, és akárhogy is haragszunk az Istenre olyankor. Épp ezt akartam mondani, hogy nem is olyan töretlen az a hit az örök életben. Szerintem nagyon is törékeny. Hát kénytelenek vagyunk. Hát mi más? Van. Nincs alternatíva. Jó, hogy kénytelen vagyunk hinni be. Igen. Vagy nem. Hát mondjuk az ateizmushoz mondjuk sokkal nagyobb bátorság kell, mint a hívéshez. Az biztos. Vagy egyszerű butaság, ez a két. Tehát vagy nagyon bátor egy ateista, vagy nagyon buta. Vagy senki nem volt, aki úgy adott volna hitelesen jelzést neki az Istenről, meg az Istenhez kapcsolódó örökké valóságról, hogy azt el tudta volna fogadni. Ezt nem hiszem. Azt hiszem Szent Ágoston. Igen, Szent Ágoston mondja, hogy Isten léte a teremtett világból kikövetkeztethető. Tehát nem kell hozzá se neveltetés, se katolikus iskola, de még csak egy szentírás se. Hát de a szentírás meg, bocsánat, azt mondja, hogy a hit hallásból van. És az Isten. De egyébként a szentírás is mondja, hogy a természetből. A szentírás is mondja, hogy valóban a természetből is kikövetkeztethető. És kikövetkeztethető. Haladjunk vidámabb témák fele. Igen. És miért gondolod, hogy az örökké valóság az nem vidám dolog? Az biztos, hogy vidám. Tehát a mennél jobban közelítek az életem vége fele, annál inkább egyszerűsödik a hitem. Tehát régen mindig túlkombináltam, olykor berzenkedtem. Most már úgy egyszerűsödik, és egyre többször eszembe jut, hogy mi van, ha tényleg úgy van. Ezt arra értem, hogy például a teremtés. Tényleg 6 nap alatt. Igen, hát egy komoly kör. Halak, madarak, puf! Mert nem találom szükségesnek, hogy fölmerüljön, hogy ez nem, esetleg nem így volt. Mert így szép. Így tökéletes. Az evolúció lehet, hogy tökéletes, de nem szép. Azt senki nem mondhatja, hogy a szép. Nem. Kifejezetten visszataszító és ronda. Ezt még így ebben a megfogalmazásban nem hallottam, az evolúció ronda lenne, de mondjuk azért az evolúcióban való hithez is hát nagy hit kell. Tehát ugyanúgy, mint a kreacionizmusban vetett hithez. Nem gondolod, hogy az ateizmus, én bennem egyre inkább erősödik a gyanú, hogy az ateizmus az egy image, tehát az egy magunkra rántott valami. Hát csak azért is, mert Ádámnak még hőskorában, amikor még az igen főszerkesztője volt az egyik agytakarításában, ez egy rovat volt, tehát volt egy ilyen mondatot, hogy ateista vagyok, de nem bigott. Emlékszel rá? És ennek mi volt a mondani valója a hívő emberként? Ez csak egy poén. Ja, értem. Hát az, hogy nem vagyok elvakult a ateista, meggyőzhető vagy. Értem. Ez mondjuk hát én szerintem ez egy image, mert volt egy híres orosz rockzenész, sőt punk zenész, akinek az egyik énekében meg az volt, hogy tűz alá vett lövészárokban egyetlen ateista sincs.
Mondanak ilyesmiket. Én meg Dosztojevszkijnál azt olvastam, hogy a szentéletű próféta, aki hosszú-hosszú életet élt szentség hírében, a halálos ágyán megtagadja az Istent. Tehát ilyen is van. Olyan is van. De most hogy ítéli meg Isten? Ugye ezt mi nem tudjuk. Szerencsére nem is a mi tisztünk. Csak reméljük. Hogy hát elgőzik. Igen, erre azért, tehát vannak azért tényleg meredek példák. Tehát Csehországban a csonttemplom, nem tudom, te jártál-e ott. Nem. Tehát az is egy ilyen zsigeri, velőt rázó lázadás az Isten ellen. Tehát ott ugye a Pest is pusztított, és a Pest is elpusztultak csontjaiból dekoráltak ki egy templomot. Tehát minden azokból a csontokból van, az összes csilláról, azért emberi lábszár csontokból, mert koponyákból is lent az altemplomba koponyák hegyei, tehát ilyen több ezer. És majd is mondom, minden, a falak dekorációja, minden, a szentkép, az oltárkép, minden csontból van összerakva, és ez egy kolossz, egyébként egy jezsuita páter követte el, tehát ez egy kolosszális lázadás volt. Igen, azt lehet. Szerintem sem lehet, piros. Tehát berzenkedni, szembeszállni, akár harcolni. Azt lehet az Istennel. Mit nem lehet? És ugye van valamelyik Zsoltárban, hogy az Isten a langyosokat köpi ki. Tehát a se hús, se hal, az érdektelen, akinek voltak éppen tök mindegy. Na, ezeket nem bírja az Isten. De őket viszont ez nem veri földhöz, mert nekik úgyis tök mindegy. A lázadókat, az ellenszegülőket, azokat kifejezetten kedveli. Ugye sok ájtazatos manó után végre egy kis izgalom. Egyébként az izgalomról jut eszembe, bocsánat. Tehát ahogy az ember közeledik az örökké valóság fele, tehát én bennem nő egy ilyen belső izgalom. Tehát nem félelem, nem nevezném félelemnek, izgalomnak, hogy most akkor... Tehát olyan ez, mint amikor ugye, teljesen új szakmát választ az ember, vagy új valóság nyílik meg előtte, hogy, hogy mondjam, konform legyek a tévéműsor, vagy hát a témánkkal kapcsolatban. Tehát, hogy nagyon sok ez most milyen lesz. Tehát egy ilyen izgalom, hogy ez most teljesen más lesz, de nem tudom elképzelni, hogy milyen, ti nem így élitek, nem így élitek ezt meg? Nincs ilyen izgalom benne? De van, ez tagadhatatlan. Tehát, hogy az ember túljut már azon a koron, amikor olyan nagy igazságtalanságként élhetné meg a saját halálát. Én például 61 éves múltam, teljes joggal halok már meg. Mert így is a magyar férfiak átlag életkorát túlélt. Így van, már túléltem a generációt. A jogosat, hogy úgy mondjam. És ugye hát egyre többet foglalkozik ezzel az ember, egyre többször gondol rá. Én a magamban úgy képzelem el, hogy olyasmi lehet, mint maga a születés. Hogy egy szűk, lucskos, ne adj Isten, büdös, sötét, de kellemes helyen vagyok, egy ideig ugye a méhbe, aztán itt a földön. És akkor egyszer csak kiderül, hogy menni kell, és löknek kifele, meg én magam is akarok, magam is evickélek kifele, és egyszer csak egy soha nem látott helyen találom magam, mint újszülött, ugye hatalmas fényesség, zajok, és hatalmas tér. Egy elképzelhetetlen hatalmas tér.
és akkor fölsírok, ugye? És akkor megszülettem. Na most ilyesminek képzelem el a halált is, hogy ebből a szűk, koszos, büdös életből egyszer csak eltolnak kifele, sőt, hát magam is igyekszem kifele, és akkor egy olyan valamit látok, amit elképzelni nem tudok. Mint ahogy a magzat sem tudja elképzelni az anyamésben a külvilágot. Sőt, az elején nem is látja. Igen. Hát körülbelül ilyesmi lehet, és hát nyilván ugye, ahogy a magzat is, az újszülött is fölsír, lehet, hogy mi is fölsírunk, de aztán milyen jó lesz. Igen, hát alapvetően nekem is ilyen pozitív kép él a fejemben az odaátról. Mondjuk nyilván azért az oda vezető út az egy nehéz út sokaknak. Tehát nagy ajándék és nagy kegyelem, ha az ember egyik pillanatra a másikra elmehet. Nem feltétlenül. Hát az itt maradóknak nyilván nehezebb, de azért végig szenvedni heteket, hónapokat, adott esetben éveket, komoly küzdelmek, fájdalmak, óriási lehetőségek nem. Vannak ebbe. Persze, hát tehát lehet ezt úgy tekinteni, mint Isten ajándékát, csak végigélni baromi nehéz és nagyon fájdalmas. Nem ajándék, ez nem Isten ajándéka, ez egy lehetőség. Tehát konkrét példát tudok, persze most nem fogom személyesíteni, de egy ismerősöm egész életébe dúvadként jött-ment, úgy közlekedett itt a földön, mint elefánt a porcelánboltba, tört, zúzott, senkire, semmire nem volt tekintettel, stb. Így érte le élete java részét, míg a végén most elkapta az utóbbi egy évben a rák. Felére fogyott, hát tudjuk, hogy ez hova vezet, ő is tudja. És gyökeres változáson ment keresztül. Tehát most kicsit cinikus vagyok, ez amúgy nagyon is hibám, cinikus vagyok, de ez a rák neki úgy kellett, mint egy falat kenyér, hogy nem vadállatként hal meg. Igen, bár az ember felteszi magának a kérdést, hogy egy hónap szenvedés nem lett volna elég? Miért kellett adott esetben 2 évig ágyban fekvő betegnek lenni, és belehalni a látogatásokba is? Nem csak neki, hanem a körülötte lévőknek is. Hát ezt nem tudhatjuk. Persze. Nem tudhatjuk. Csak... hogy kinek mennyi időre van szüksége, azt nem tudhatjuk, de az igaz, és ezt a pszichológusok is alátámasztják, hogy nem csak a betegség, hanem a haláltusa, vagy a halálhoz vezető hosszú szenvedés is az emberi élet legnagyobb lehetősége a jelen fejlődésre. Ez egészen biztos. Tehát amikor az ember már... ugye nem tudjuk elképzelni, tehát ne essünk abba a hibába, hogy egy haldokló fejével gondolkodunk. Úgyhogy nem tudjuk, hogy az hogy történik, mint történik, hogy az a szenvedés mit jelent, merre viszi, mennyire fáj, nem tudjuk. Majd ki fog derülni. Na, valami pozitív. Végszót. Légy szíves. Hát ha tőlem már. Olvastam, bocsánat, itt a Lét értelmes célja című kis összenetbe, hogy Isten létének van meghatározható értelme és célja az ember. Így van, igen. Tehát az ember maga az értelem és a cél. Ezt így fenntartod? Hogyne. Nem ez az igazi magabiztosság, hogy azt mondom, hogy én vagyok a cél. Igen. Az Isten létének. Igen, de nem hát sokkal hatalmasabb. Mármint, hogy elbizakodottságra gondolok. Elbizakodottságra gondolok, igen. Hát azért az némi büszkeséggel eltűnt, a teremtményi voltunk, azért arra lehetünk büszkék. Itt nincs másról szó. Hát de nem hát is csak az, hanem csak egy kicsivel kisebb. Tehát mi mindenben hasonlatosak vagyunk, ez is benne van az igében. Isten képére is hasonlatosságára teremtettünk, de azért nem kicsivel vagyunk kevesebb. De benne van az igében, kedves, benne van a Zsoltárokban. Mondja bizony, hogy csak kicsivel tetted kisebbé
az Istennél. Hát azért a teremtő és a teremmény az egy nagyon különböző két kategória. Igen, de éppen ez ennek a megfogalmazásnak az a célja, hogy arra világítson rá, ugye maga ez egy alapkérdés, a lét értelme és célja. Ezt mindenki, aki egy picit is gondolkodik életébe, ezt a kérdést mindenki fölteszi magának. Utána néz a komolyabb gondolkodók, meg is próbálnak válaszolni. Eddig mindössze kettőt találtam, két olyan választ találtam, ami a maga szempontjából úgy, ahogy elfogadható. Az egyik Marxé, aki bár bizonyára téved, de mégiscsak korrekt módon igyekezett megmagyarázni. A másik pedig Loyolai Szent Ignácé, aki szintén bizony, ő annyit mond, hogy Isten dicsőítése. Pont. Tehát ez lenne az értelem és a cél. Ez szép, szép, de olyan kicsit csak hiányérzete van az embernek. És akkor utána néztem még egy csomó filozófusnál, mit gondolnak erről, mit nem, és arra jutottam, hogy a kérdés feltevésben volt a hiba. Ugyanis nem az ember létének értelme és célja az érdekes. Az ember létének nincs értelme és céltalan. Még ha szerinted kicsit keményen hangzik is. Isten létének van értelme és célja, ez pedig nem más, mint maga az ember. Tehát maga az ember az értelem és a cél. Hát ezt nem tudom, én ezzel nem értek egyet, de mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Pedig ez egy nagyon pozitív végszó. Ezek szerint te egyet értesz vele. De, hát azt nem tudom, hogy egyet értek-e vele, de minden esetre elgondolkoztató az, hogy tehát ebbe az óriási világ egyetembe ez az icipici föld az, amelyet azért teremtett, hogy oda helyezze az embert, hogy őrizze és védje, hogy őrizze és... Tehát az azért egy különleges küldetés, az azért egy felemelő küldetés, hogy gyakorlatilag a háromdimenziós világnak az értelme összesűrűsödik egy pici föld nevű bolygón, ahol az ember tették meg úrnak, ahol az embert tették meg, nem is úrnak, gazdának igazából, tehát ennek a földnek az ember a gazdája. Ezt nevezhetjük úgy, szerintem. De egyébként, csak hogyha már végszónál tartunk, és tőlem vártad a végszót. Így van. Bár egyébként Ádámnak kellene kimondani a végszót. Na, hogyan kötnéd ezt össze a kitalált valósággal? Sehogy. Ez egy ideillő végszó. Sehogy. Megmondom, hogy miért kérdeztem ezt. De annyira nyakatekert és ide rángatott magyarázatokat lehetne most mondanom, aminek nincs értelme. Értem. Azért kérdezem, akkor elmondom, hogy miért kérdezem. Mert hogy beszélgettünk örökké valóságról, beszélgettünk kitalált valóságról, örökké kitalált valóságról, beszélgettünk egy csomó másról, és én nekem az lett a benyomásom most, és ez még egy ilyen, úgymond a születés, egy fölismerésnek a születés előtti állapota, hogy lehet, hogy a kitalált valóság nem más, mint az örökké valóság, amire megpróbálunk valahogy itt fölkészülni. És hogyha én értem azt, hogy tehát én belepillanthatok azokba a tervekbe, amik az örökké valóság felé viszik az utamat, akár utólag is, mint ahogy te is rájöttél arra, hogy ez igazából egy regény trilógia, pedig közben te írtad csak, amit írnod kellett, akkor ez iszonyú távlatokat nyit meg az ember előtt. Olyan gondolkozási és olyan cselekvési szabadságot, ami elképzelhetetlen egyelőre még nekem. Ezt Goethe sem mondhatta volna szebben, úgy legyen. Köszönöm, Ádám, hogy elfogadtad a meghívást és a nagyszerű beszélgetést. Jövő héten újra Gospel Café.
a nézőknek pedig jó gondolkozást, és csodaszép elképzelt és kitalált valóságokat kívánunk. Viszontlátásra. Viszontlátásra.